Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a csatornámon! Ha tetszik a videó, akkor kérek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. A Magyarországon töltött 2,5 hetes nyaralási vlognak az utolsó része következik. Szóval a mai videóban az áremelésről lesz szó, hogy milyen brutálisan felmentek az árak Magyarországon. Ez előző videóban már említettem az árakat, hogy mennyibe kerülnek egy egynapos kirándulás. Zárójelben megjegyezném a debreceni állatkert és vidámpark gondolok. Tudom, hogy aki otthon Magyarországon él, az tudja és elfogadja, de aki évente egyszer vagy kétszer mennek haza különböző országokból, azok azért meglepődnek az árakon. Zárójelben megjegyezném, hogy én magamból indultam ki. Nem azt mondom, hogy más országokban nem mentek fel az árak, biztos volt ott is áremelés. Nálunk Angliában is volt, de azért nem ilyen drasztikusan. Mondjuk az ingatlan árak, bérés vagy a vásárlás nagyon magasak lettek, de az ember nem minden nap vesz, vagy vesz ki ingatlant, úgy, mint tejet vagy kenyeret. Az ingatlanban nem szeretnék jobban belemenni, mert ez helytől város, környék és lyukén belül hol, szobák számától, mennyire van felújítva, mikor épült, stb. Ha kíváncsiak vagytok egy ilyen videóra, akkor írjátok meg kommentben. Még azt megjegyezném, hogy már Magyarországon is elég drágák az ingatlanok. A faluba is 10 millió alatt nem nagyon lehet kapni, és lehet, hogy felújításra szorul. A benzinkárak is felmentek, de ehhez nem tudok hozzáfűzni semmit, mivel nincs kocsim, de jogsim sincs, csak egy biciklin, és azzal járok melózni. Szóval nem tudom, mennyi litert lehet venni X összegért, hogy tele legyen a tank. Mikor kijöttem, akkor 20-30 fontért, majdnem tele vagy tele lehetett tankon a kocsit. Szóval kanyarodjunk vissza az élelmiszer árakhoz. Általában a sógorom ment reggelit venni a boltba. 3 sima kifli, 3 sajtos kifli, 1-2 kakócsiga, 10-15 deka fornetti pogácsa, 1 kiló kenyér, 1 darab valamilyen péksütő. Ez körülbelül 5-6 ezer forintba került. Mi anyával csak nasolni valót vásároltunk, kalmanként 5-6 ezer forintot fizettünk, így csak pár terméket vásároltunk. Ezek a termékeket vásároltuk meg, de nem egyszerre, hanem mikor mit. Jégkrém, csokoládé, üdítő. Egy-két üdítő, rostos vagy szénsavas, helyhó, apenta márka, túrórüdi, pöttyös, rizses csoki, nincs neve, negró, hagyományos, jégkrém, magnum, cornetto, cukrásütemények, és krémes dobozszeret. Szóval igen gyorsan fogyott a költőpénzünk, úgy, hogy a húgumék állták a reggelit és az ebédet. Vacsorára pedig azt tettünk, amit találtunk, vagy a maradékot. Egyes termékek az vagy annyiba kerültek, mint Angliába, vagy drágábbak voltak. Én úgy gondolom, hogy aki minimál bérét dolgozik, neki jól be kell osztani a pénzt, főleg, ha gyerek is van. Függetlenül, hogy a papíron mennyi az átlagkereset. Mi a véleményetek az áremelésről? Ha Magyarországon laktok, akkor tudtok-e még félre rakni? A gyerekeket tudjátok-e vinni havonta többször vidámpark, állatkert, játszóház, kirándulni, stb. Írjátok meg kommentbe. Aki pedig más országban él, azok válaszát is várom, hogy most, ahol most élnek, észrevettek-e valamit az áremelésből. Ha gyerekem van, akkor kell spórolni a táborokra, vagy egy hétvégi kiroccanása. A húgomék elég jól keresnek, vagyis inkább a férjem, mert a húgi csak 6 órát melózik, 8-tól 2-ig. Utána pedig a gyerekekkel 7 és 10 évesek foglalkozik. Már ők is panaszkodtak, vagy inkább nem panasz volt, csak megjegyezték, hogy nagyon sok pénz kifolyik a kezükből. Ha azt vesszük, hogy csak reggeli 4-5 ezer forint, úgyhogy már mi nem vagyunk ott, szóval csak 4 főre szól,
akkor ott van az ebéd, ami szerintem van 5-6 ezer, attól függ, mit főztök, és mi van otthon a hozzávalókból. Szerintem napi 10 000 forint elmegy kajára. Szóval, ha ezt szózott 30 nappal, akkor az 250-300 ezer forint. Ez attól függ, hány tagú a család, minden nap főztök-e, mit rejt a kamrátok és a fogyasztó vagy a hűtő. Ez az egyéni véleményem és húgomékat vettem alapul. Nyugodtan írjátok meg, hogy ti mennyit költötök élelmiszerre. Ha kíváncsiak vagytok az angolai áremes, írjátok meg kommentbe. Szerintem már ennyi volt ez a videó. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Találkozzunk egy hét múlva. Sziasztok!